Sziasztok! Az előző részben ezek a banditákon átjutottam, hát anélkül, hogy megöltem volna akár egyet is. Bár mondjuk picit rambózva, tehát itt észrevettek és lőttek rám, mint a kurva élet, meg leöklöztem ötöt. De elmondom, legalább így se öltem meg egyet se. Annyi, hogy max ezért a pályáért nem fogok lopakodós achievementet kapni, nagy dolog. De nyomassuk tovább. Még a túszokat, azokat szabadítsuk ki. Aztán irány Polis. Már ha visszaérünk. Pontosabban nem közvetlenül arra mennék, hanem egy ilyen templomhoz megyünk a felszínen. Ajaj. Észre fogják venni a járgányomat. What the hell? Whose wheels are these? Hátrébb kellett volna megállnom. Hát, ez ilyen egyszerűen észrevett, jó van. Ez kicsit kamuszagú volt nekem. Random oldalra fordul, és akkor, á, te ott vagy, jó van. Hát oké. Akkor megállok hátrébb most. Nagy dolog. Itt a kapunál mondjuk, annyi baj legyen. Hát de Istenem, ez az égáz. Jó, mondjuk itt. Szóval majd később visszajövök a kocsiért. Amúgy is gyorsan futunk, meg sokáig is tudunk, tehát nem lesz itt gond. Gyertek, gyökerek. Opa, itt volt valahol lőszer. 16 darab. Ilyen military grade round. A másik macska Jancsi. Jóval hátrébb. Az nem sieti el a dolgokat. Hé, köcsög! Jó, hogy a másik az ilyen ráérősen közelít. Szerintem mi rohanásból azt is el tudjuk kapni. De jobb, hogyha inkább behúzódunk egy ilyen helyre. Bár amikor ilyen lassan válszorok, hát a kurva anyját. Á, bazd meg. Nem tudnál inkább balra nézni egy kicsit? Azaz, úgy folyamatosan. Jaj, öcsém, a határozatlan fajtádat. Próbáljuk ezt a dobókést. Hopsz. Hát ez ennyi volt, geci. Azért nem megülünk egy-két embert, azért mondom, nem tragédia. Így is amennyin átlopakodtam, meg amennyit csak leütöttem, hát... Ez bőven jó befejezés lesz. Pláne, hogy még van egy rakat dolog, amit meg lehet tenni annak érdekében. Felfedezések, meg különféle karakterek megmentése, meg ilyesmi. Ezekre ugye hajlok is. Néha még egy-két mutánsnak a megkímélése is. Furán hangzik, de lesz ilyen.
Itt viszont... erre lesz az a csapda, azt hiszem. Meg ugye át kell váltanunk. De előbb nézzünk el erre. Ja igen, ez így zsák utcai, csak megmentjük a... túlszokat a csáv, vagy az se erre lesz? Az se erre lesz, jó. Azt a kurva ennyi hulla van itt. Na mindegy, akkor csak, ez csak ilyen plusz felfedezni való rész. Jó. Hát akkor B-terv, menjünk vissza. És váltsunk is egyet. Ajajajajaj. Na, itt lesz action. Kussolj! Ezeket is ki lehet hallgatni. Fuck, that's intense. Hey, you hear the one about the tunnel master? Hallgassuk is ki őket. Well, you know at the end stations of all the lines, where the tunnel terminates, and guys make a fire, drink, play cards. So, sometime, one of those guys just stands up and walks off into the tunnel. And that's fucking it. So, if you ask the guy where he's going, he says, I've been summoned by the master. And once a person is summoned, even if you tie them to their bunks, they'll just chew their ropes off and run off into the tunnel. Damn, that shit gave me the chills. How about some tea? Okay, mindegy. Ide figyelj, faszkala! Hoppá! Commando! Without raising alarm. Megint sikerült. Én már csak ilyen vagyok. Aha, itt vissza lehet jutni a railcarhoz. Itt erre pedig... ja, erre már voltam. Akkor jó, ez is megvan. Opcionális gyerekmentés, vagy nevezze mindenki, aminek akarja. Most pedig... indítsuk a motort, világítást és kakaót. Ott egy noszális csapda. Geci. Na igen. És most lett annyi a járgányunknak.
alászorult egy dög is. Á, totál káros lett a motor. Picsába. Kis siklottunk a faszba, alánk gyűrődött egy ilyen retkes. Na de mindegy. Nem állunk rosszul szerintem. Ajaj. Nem tetszenek nekem ezek a hangok. Uhuhuhu, epikus küzdelem lesz itt nem sokára. Jó is, hogy ennyi lőszer spóroltunk. Nyakunkon a noszaliszek. Emberek, segítség! Ez ami komp akar lenni? Na, egyik haverunk, jövőbeli haverunk, megmentésünkre indult egy ilyen fasz a kis komppal. Hold on guys, egyedül vagyok. Faszán mellé lőttem. Hát ez így nem lesz jó. Hoppá, ez egy ilyen vörhenyesebb példány. Halljál már meg, hát... Fasz a kis komp. Szavasz. Most csak akcióztam egy kicsit, haver. Ez milyen föld alatti velence lesz ez, vagy mi a fasz? Nagyon úgy néz ki. Dark Waters. Fisherman, hoppa. Ja, a velence. I don't usually fish in this tunnel, but I had a hunch they'd be fighting pretty good here. Mármint kikről beszélsz? Jaj, hoppá! Ajajajajajaj! Kurva farönkben elakadt a kis komp, aztán alámerültem. Itt
újfajta ellenségek lesznek. Szintén ilyen rohadt mutánsok. This tunnel leads to Revolution Square in the Red Mine. I saw a boat coming in from there today. Some serious dudes. No refugees. Na igen. Ide ezek a retkesek lesznek, ezek a shrimpek, vagy nem tudom, mik nevezik őket. Nem tudom, mi a rákból mutálódtak. És ezeket megeszik az emberek. Ott van shrimps, hívják őket. Ugly as hell. És sörrel kibaszott túl finomak. Hát én azért ezt nem enném meg, azt nézzük, hogy milyen undorító sárgás barna zöldes turhát tudnak köpni ránk. De ti tudjátok, én inkább nem mérgezem magam ilyesmivel. Ajaj. Szálljál már erről, a szopószájú kis köcsög. Oké, és... Mondom. Ah, ide nem lesz jó. Soti. A dinamitot azt nagyon nem szeretik. Hát jó, ez így könnyű, csak a gecit köpitek magatokból. Az, amikor látnám, hogy honnan lőnek ezek innen messziről. Jól van, nem esünk le még egyszer. Ez a zene is király. Júj. Csúnya. Kúrjak oda én is egy dinamitot. Melyik buzi harapdál? Na nézzük. Ez kell ide. Ez kell ide. Júj, ez veszélyes lesz. Tudj. Ó, hu-hu-hu. Ez aztán robbantott, geci. Hú, geci. Ez nem volt rossz. Nem volt rossz kör. Oh, wow, this doesn't happen often. Looks like we lucked out. Akciódus. Kis túra volt. And I went on the dark waters of underground rivers. You always hear rough stories circulating about this place. I hear it is all one huge. Ja, itt a Pavel is. But there is something I know for sure. Pavel reached Venice, and if I'm not late, he's still here. Finding the Dark One is still my main mission. But now I see I must also uncover Corbett's plans so that I can warn the Order about them. Venezia. Seems like we made it. Hey, are you asleep there? What do you think of the local fish, huh? Aren't they charming? Seemed moody though. Looks like somebody went through there before us and angered them. Hey, arról, hát a vörösök voltak, biztos, hogy baszták fel őket agyilag. The fishermen are back from the sea!
Yeah, I see you all right. And who might that be? I picked the guy up in the tunnel. You don't think I should have left him there, do you? What? And make my life easy? Of course not. First this red mount piece, what is this? An occupation can lower the gate. You can bring a girl for once. And what would you do with one if I brought her, Semenovich, huh? You're way too old for that stuff. By the way, you better lower the gate, or else a woman might actually come. The one dressed in black and bearing a sight. Never fear. Semenovich is going to outlive you all. Hey, Fedor. How's fishing? Fedor. Not even a bite. Hívják. The shrimps. And they got a few more out of me than I'd like. I was saved by this lad, Artyom. Nice to meet you, Artyom. Thanks for your help. So what exactly did happen? The shrimps were all over us as soon as we got to the fork. Almost took my raft apart. What the hell gives? Oh, that's easy. The Reds passed through here, going to meet our esteemed neighbors. Didn't seem to care what they stirred up. Ez akar lenni itt a helyi boss. Look, Artyom, I suppose there is no hiding. Venice is full of gangsters. Zsula, the scum of the earth. So don't you start any shit. I don't want any most trouble. Úgy nézek ki, mint aki balhét okoz? Hát azért gondolkozzál már. Simon! Hey! Simon! I want to talk to you! Look, do you know where might our red guests be? In the brothel, of course. The Simon ilyen gyanakósabb típus. Who's that with you? This is Artyom, the scourge of the shrimps. You should see him shoot. I never met anyone quite as good as him. A gunslinger, eh? Would you help me take out a few bad guys? Simon, I freaking knew it. This is getting old. But almost all of them are gathered at the storage facility. Look. If this isn't the right time, oda is kéne majd menni a storage facility-hez. Between the two of us, we might be able to take them out. I told you countless times already, and I'm going to tell you again. No! I don't need this shit around here. Do you get me? Yeah, I got you. Right. Then I'm going to leave you two. Okay. In a station of criminals. How is it he's in charge? Jó kérdés. You're good with engines, aren't you? Yeah, what's up? I don't know. It was all right yesterday. Now it's all coughing and spitting. Itt pedig hajójavítás következik. Na jó, srácok, én magatokra hagylak benneteket. Nézzünk akkor szét. Igen, itt ilyen hülye shrimpeket nyúznak éppen, akkor tényleg ezt kajálják itt? Hát, elég szégyen. Mondjuk, ha egyszer a halak is mutálódtak, akkor nincs mit tenni. Na nézzünk szét itt is. Hoppá, egy kis hír a Dark One-ról, az Oktyabrszkaja állomáson volt. Hogy már dumálni se szabad. Bunkó kurva anyátokat azt. Na merre menjünk itt? Több fele is lehet. A kajáért nem fog sorba állni nyilván. Jó van. Nyomas egy gitáros este, töcsém. Ezért nem tudom, hogy kapunk ilyen képernyővillanást. Ahogy látom, nem sokan adakoztak. De hát valamiből meg kell élni. Tehát diszkréció, az megvan. Is there a reason to be standing here?
Hát igen, fizettem az előadásért, bazd meg. Hát mindenki ilyen gyökér. Jó van, többet nem adok. Végét lehúzol teljesen, bazd meg. Ó, vissza is jött az a pár töltény, amit elajándékoztunk. Menjetek már az utamból, hát én ezt nem hiszem el. Menjünk akkor erre. Hey man, spare a bullet, eh? You got plenty. Ennyire gazdagnak nézek ki. Itt meg lehet egy-két embert zaklatni. Tök vicces. Fölmász nem lehet. Hát akkor... Vigyázz a szádra, nem anyáddal beszélsz, hülye gyerek. Te, pofám leszakad, agyam elszel. Üzlet az anyja. Seems like you're stuck here for good. Sunken tunnels everywhere. And if you go to Novokuznetskaya, you're as good as dead, probably. Seems like ja, hogy szerinted itt ragadtam. Értem. Here's the deal. Ja, csak hogy maradjak itt. Stay here with us. You're young, tough, you can handle things, and we'll find you a job in no time. Especially since most of those newcomers here are just human refuse from Novokuznetskaya. Just think about it. You start working with our fishermen, get a bit acquainted with things, then you might actually like it here. We could even find you a nice girl. Dick. No, I won't pressure you. Go get some rest for now, and try to stay out of trouble. The gangsters seem to be jumping. Na jó, akkor folytatom a nézelődést a következő videóban itt, Velencében. Mutatok egy-két dolgot, aztán folytatjuk tovább a küldetésünket. De is, András voltam, sziasztok!